Köszöntöm nézőinket! Az ünnepi időszakban folyamatosak az ellenőrzések a NAV oldaláról. Erről beszélgetünk Barlai Krisztinával, a baranyai sajtóreferenssel. Üdvözlöm a stúdióban! Köszöntöm a nézőket! Az ünnepi időszakban már javában benne vagyunk. Ebben az időben mi az, amit kiemelten ellenőriz a hivatal, legyen szó termékről vagy szolgáltatásról? Az adventi időszakban mindenképpen az ünnepekhez kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat ellenőrzi elsősorban a hivatal, így például a fenyőfa árusítást, a szaloncukor, egyéb édességek, játékok, műszaki cikkek értékesítését, de szolgáltatások közül például a szépészeti szolgáltatásokat, taxi szolgáltatást is, és ami nagyon fontos, hogy az internetes kereskedelmet is figyelik a kollégák, illetve hát az alkoholtermékeknek az értékesítését is. Ezek közül pedig az alkoholos termékek közül igen sokféle létezik, sokat ismerünk. Hogyha ilyet vásárolunk, akkor mire kell odafigyelni? Hogyha zárjegy köteles alkoholterméket vásárolunk, akkor arra kell figyelni, hogy ez a zárjegy valóban rajta legyen ezen a terméken. Tehát csak olyan terméket vásároljunk, ami rajta van a zárjegy, és ez a zárjegy nem sérül, tehát teljes egészében rajta van a terméken. Hogyha esetleg ez mégsem így van, tehát valamilyen sérülést szenved a zárjegy, vagy nincs is rajta, akkor a kereskedőnek mi a teendője, hogyha kell neki valamit ezügyben tennie? Abban az esetben, hogyha a kereskedő olyan terméket talál a boltban vagy üzletben, amelyikről leesett ez a zárjegy, vagy megsérült, akkor ezeket a termékeket el kell különíteni, ki kell vonni a forgalomból. Ezekről a termékekről leltárt kell készíteni, elektronikus úton el kell küldeni az igénylést az új zárjegyekről a NAV alsóvonási 35 elnevezésű nyomtatványon, és online kell beküldeni ezt az igénylést, tehát ez kötelező az elektronikus út használata. És csak akkor teheti vissza a termékeket a polcokra, hogyha megérkeztek az új zárjegyek, és azok felhelyezésre kerültek. Mik az adóhivatal tapasztalatai, mennyire vannak tisztában ezekkel a szabályokkal a kereskedők? A kereskedők és vendéglátósok között nagyon kevés van olyan, aki valóban tudja, hogy mit kell csinálni ilyen helyzetben, ezért mindig javasolni szoktuk, hogy alaposan tájékozódjanak, például a hivatal honlapján információs füzetek is rendelkezésre állnak, illetve lehet hívni a 1819-es tájékoztató vonalat, ott pedig szóban tudnak tájékoztatást adni a kollégák. Hogyha véget ér az adventi időszak, akkor fognak folytatódni ezek az ellenőrzések esetleg más területeken? Természetesen, ugye a következő nagyobb ünnep az a szilveszter, tehát ott nem csak a vidámságé a főszerep, hanem azért a kollégák ellenőrizni fogják például a pirotechnikai eszközöknek az értékesítését is. Ez nagyon fontos, hogy minden szabályosan történjen, illetve folytatódnak tovább az ellenőrzések. Köszönjük a tájékoztatást! És köszönöm! Nézőinek pedig köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!